Ha valamilyen rangos elismerésnek számító díj odaítélésekor a bőség zavara nehezíti az ítészek munkáját, akkor az mindenképpen az épp Tolna megyei civil szervezete egyetlen díjának és két külön díjának odaítélésekor biztosan. De dönteni muszáj kell, aki most éppen hogy csak kimarad, az nagy valószínűséggel legközelebb már díjazott lehet. Próbáljuk kiterjeszteni, hogy minél több embert hozzunk be, minél több csoportot hozzunk be, minél több települést díjazzunk, említsünk meg ezeken a rendezvényeken. Cél az is, hogy ne csak a reflektorfényben lévő, valóban értéket képviselő, kulturális, művészeti, zenés, táncos csoportokra figyeljenek oda, hanem a társadalmilag nagyon fontos, háttérben tevékenykedő, de hiánypótló tevékenységet végzőkre is. Minden évben a díjazottak között találunk ilyet. Észreveszük azokat is, akik dolgoznak, adott településen óriási értéket képviselnek, és fontos szerepet játszanak a feltörekvő fiatalság nevelésében és tápolásában, hiszen nehéz világ van. Az év Tolna megyei civil szervezete díjat a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület kapta. Bogyiszló hírnevének öregbítésén fáradoznak. Küldetésük, hogy megőrizzék és minél szélesebb körben átadják a település hagyományait. Az év Tolna megyei civil szervezete egyik külön díját a szekszárdi Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület kapta. A nagymúltú szekszárdi egyesület jelenlegi formájában közel 20 éve végez szociális tevékenységet, családsegítést, idős gondozást és nem utolsó sorban intenzív kulturális tevékenységet. A másik külön díjat a Gyöngysor Alapítvány érdemelte ki. A 10 éve működő szervezet a közösségi pszichiátria keretében segíti a mentális betegeket, hogy visszatudjanak illeszkedni a munkába, tevékenységük abszolút hiánypótló. A Bazsonyi Arany mecénás díjat az idén Rül Gizella érdemelte ki. A tolnai vállalkozó a Tolna megyei kultúra egyik legjelentősebb civil menedzsere. Közel 20 éve működteti a Tolna Art internetes portált, amely több mint 100 Tolna megyei kötődésű alkotót mutat be. Páratlan magángyűjteménye van egyébként Tolna megyei képzőművészek alkotásaiból.